Korábban az összes gyulai oktatási nevelési intézmény megkapta a súlyos allergia elleni injekciót. A gyulai példa nyomán a megye több településén elindult ez a folyamat. Szerda délután a Gál Ferenc Egyetem fürdővárosi karán tartottak EpiPen mentori képzést a gyógyszer használatáról az egyetem oktatói, valamint az Egészséges Város közalapítvány munkatársai az intézményben már végzett vagy jelenleg is ott tanuló hallgatók számára. Azért tartom fontosnak ezt a mentoráló programot, hiszen hogyha tudják az emberek, továbbítani tudjuk az emberek felé a használatát, ez egyfajta biztonságot nyújt, akár a tanárok fele, hogy ne ijedjen meg tőle, hogyha ezt alkalmazni kell, ezt a módszert, ne ijedjenek meg. A gyerekeket is megtanítani, hogyha esetleg allergiások, vagy bármilyen problémájuk van, akkor hogy ők se ijedjenek meg, hogy beadják maguknak. A program célja, hogy olyan elméleti és gyakorlati tudást adjanak a mentorprogramban résztvevők számára, hogy később el tudjanak menni a lakóhelyükhöz legközelebbi oktatási intézménybe, mely rendelkezik a gyógyszerrel, és be tudják mutatni a használatát, vagyis képesek legyenek másokat is megtanítani erre a műveletre. Hétfő fog részt venni ezen a képzésen vagy felkészítésen, amelynek az a lényege, hogy a hallgatóink utána ezt tudják biztatni a többieket is arra, hogy jelentkezzenek, hiszen a saját településükön, a saját intézményeikben, illetve ahol dolgoznak, ott utána ezt az információt át tudják adni, és tudják segíteni azokat a településeket is, akik esetleg későbbiekben szereznek be ilyen EpiPen injekciót. Az ismeretek elsajátításához nem szükséges egészségügyi előképzettség, azt bárki könnyen megtanulhatja. Folytatjuk azt, amit már korábban elkezdtük, hogy mindenhova szeretnénk menni, minden köznevelési intézetbe, iskolák, óvodák, illetve kollégiumok, és olyan ötlet támadt bennünk, hogy ilyen mentori képzés az egyetemnek a volt hallgatói, illetve a jelenlegi hallgatók közül, akik szívesen jelentkeznének egy ilyen tanfolyamra. Őket fogjuk tanítani, hogy mit jelent anafilaxia, milyen tünetek, illetve hogyan kell használni azt az EpiPent. Az eseményen elhangzott, a későbbiekben is szeretnék folytatni a mentorok képzését.